A bűnmegelőzési alosztály 2016 óta szervez megmérettetéseket Tolna megyében azoknak a diákoknak, akik rendészeti oktatásban részesülnek. A bajnokságon 4 fős csapatok indultak, a résztvevők között nem csak a fiúk, hanem a lányok is próbára tették magukat. 2016-ban szerveztük meg az első Percelmo rendészeti versenyt. A Tolna megyében rendészeti oktatást végző intézmények bevonásával, természetesen nem csak ezek, hanem más intézmények is, iskolák is jelentkezhettek rá. Most ebben az évben meghívásos alapon történt a Covid miatt a versenyre a jelentkezés. 14, 15, 16. Az esemény létrehozásának a célja az volt, hogy a rendészeti orientációjú oktatásban résztvevő intézmények diákjai és pedagógusai ezeknek a versenyeknek az alkalmával találkozzanak és jobban megismerjék egymást. A megyei bajnokságnak van egy országos megmérettetése is, aminek komoly tétje van, ha ott helyezést érnek el. Ez csak egy ilyen kis válogató, tehát hogy ez egy felkészülés erre a versenyre. Tehát ami az országos, és ott elég komoly a tétje, mert akik az első hárommal benne vannak, azoknak a tanulóknak például, hogyha rendészeti szakgimnáziumban mennek, vagy most már technikumba, azoknak a fizikai felmérő elmarad. A diákok élvezték a versenyt. Barna Tamás a feladatokat nagyon interaktívnak találta, és tetszett neki az is, hogy a szervezők játékos formába bújtatták a különböző próbatételeket. A gránátdobás és a 400 méteres fegyveres futást találta a legjobbnak az összes közül. A gránáton én féltérdelésből dobtam 10 méterre, hál' az ének elsőre, futásnál meg hát futni. A legnehezebb, vagyis hát a legmegerőltetőbb talán a 400 méter volt. Ugye mi az iskolában sosem fegyverrel csináltuk, tehát súly nélkül, de azért hozzászoktunk már a különböző versenyeken, hogy gépkarabéllyal kell futni, de azért itt egy kicsit nehezebb volt, mint a többin. Túróci Balázs elmondta, hogy ők a testnevelés órák keretein belül is készültek erre a bajnokságra. Gyakorolták azokat a helyzeteket, amik a versenyen előfordulhatnak. Gránátot dobtak, lőgyakorlaton vettek részt, vagy éppen futottak. Azt is hozzátette, hogy ezek a megmérettetések csak megerősítik őt abban, hogy valamelyik fegyveres testület tagja legyen. Én úgy tudom az iskolákból, hogy egy kis túljelenkezés azért van, és igyekeznek ott is természetesen a legjobbakat, akik alkalmasak arra, hogy a későbbiek során a rendészeti pályát tudják választani. Ugye a rendészeti pályában nem csak ugye a rendőrséget kell érteni, hanem benne van a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, és Tolna megyében itt még ugye az ADI szakképző centrumban is hadi, tehát honvéd kadét képzés is van. A versenyen résztvevő tanulók mindegyike elismerő oklevélben részesült, az első 3 helyezett csapat pedig egy kupát és az érmeket tudhatta magáénak.